emberi úton tudnak valami információt szerezni a potenciális támadottól. De ha esetleg ez minden lenne elég, azok, akik használják az internetet, azok is tudnak hibázni. Nyomokat hagyni. Kicsit később erről a területről. Nézzünk egy kicsit bele a védelmi megoldásokba és a védelmi technikákba. Ahhoz, hogy a védelmi technikákat átnézzük, még behozok önöknek egy új fogalmat. Osintről beszéltem, akkor kicsit Osiról is fogok beszélni. Amikor hálózati forgalomról beszélünk, akkor alapvetően arról beszélünk, hogy én az alkalmazásomból, a böngészőmből, ami az előbb látszódott, tulajdonképpen egy webszervert szeretnék elérni. De, mint az előbb láttuk, gyakorlatilag én ezzel beszélgetek, látszólag, de valójában nem. Hanem, emögött a browser mögött, ugye ott van valamilyen hálózati réteg, mondjuk egy IP réteg, mert kicsit magasabban egy TCP réteg, meg a másik oldal is van egy TCP réteg, alatta van egy IP réteg, alatta van egy hálózati réteg, fizikai réteg, hálózati, network, nem, fizikai, mert nevező csak fizikainak, igen, tehát a MAC címeknek a világa. Amik beszélgetnek egymással, meg alatta van egy optikai kábel, amin keresztül ugye a fény átmegy, és elviszi a biteket. Tulajdonképpen tehát, amikor egy böngészőből meghívok egy webszervert, egy webes szolgáltatást, akkor semmi más nem csinálok, mint hogy egyen lejjebbi réteget hívok meg, ami segít nekem abban, hogy ha eljut az információ másik oldalra, akkor föl tudjam építeni ezt az egész információt. Nem szakszerűen rajzoltam le az OSI ábrát, lényegtelen az önök számára most az, hogy milyen rétegek vannak. Igazából az elvet érdemes megérteni, amely pedig azt, hogy nem közvetlenül beszélgetek egy másik féllel, hanem valamilyen közvetítő rétegeken keresztül. Ennek megfelelően, amikor védelmet szeretnék implementálni, védekezést szeretnék megvalósítani a hálózatomban, ugyanezt az elvet kell követnem. Layer defense-nek is kicsit más, ugyan kicsit összetolódnak a fogalmak, de van egy layer defense nevű fogalom az információbiztonságban, a réteges védelemnek az elve. Klasszikus információbiztonsági megfogalmazásban a layer defense azt jelenti, hogy a nagy értékek eléréséhez egyre komolyabb védelmet implementálok, tehát amikor be akarok menni egy irodaházba, akkor be tudok menni a portaszintre, tehát például már a lifthez csak úgy tudok menni, hogyha beenged a portás, szerverszobába pedig nyilván csak úgy tudok bemenni, hogy még az új nyomatomat is leveszik. Tehát lényeg az, hogy minél értékesebb információhoz, minél kevesebben, minél jobb védelem mellett tudjanak hozzáférni. De viszont ugyanez a layer defense gyakorlatilag az egész ebben a kontextusban is értelmezhető, ugyanis védelmet a különböző layereken, a különböző rétegekben is meg tudok valósítani. Tudom védeni a webszerveremet. Tudok jó alkalmazást írni, a jó web alkalmazást írni, amit nem lehet meghackelni. Tudok adott esetben tűzfalat implementálni, mondjuk ide. De igazából akár ide is tudok tűzfalat implementálni. Tudok fizikai szintű hozzáférésvédelmet implementálni. Tudok úgynevezett ERGET szisztemet, tehát légréses rendszert implementálni, ne is legyen még fizikai kapcsolat sem a számítógépen között. Tehát amikor védelemről beszélek, védekezési eljárásokról beszélek, akkor rengeteg fajta védelmet tudok megvalósítani különböző rétegekkel. És amikor engem meg fognak támadni, akkor ebben a layerben, vagy éppen a
másik értelemben az VR-ben rétegben fognak valami részt találni. A rés? Az bárhol itt lehet. Ha rosszul implementálom a védelmemet, akkor ezt a részt meg lehet találni, könnyen meg lehet találni. Na, megszerint. Itt a legkönnyebb hibát vételni. Sőt, itt az ember. Human. Itt a legkönnyebb hibát vételni. Problémák túlnyomó többsége, hogy általában a billentyűzet és a szék között található meg. Ha az emberi hibát ki tudom küszöbölni, akkor én mindig itt fogom a legtöbb hibát találni, az alkalmazási rétegben, az alkalmazásoknál. Mert emberek írják az alkalmazásokat, és törvényszerűen hibáznak. De mondjuk hálózati szinten már sokkal kevesebb ember, sokkal kevesebb alkalmazást létel, sokkal kisebb hiba van. Ha levegyek a legmélyebb szintre, akkor pedig a fizikai átvitelben ott meg a legkevesebb hibát fogom találni. A hibák valószínűsége tehát innentől idáig csökken. Viszont a hibázás lehetősége, ahogy ez a támadó oldal, innentől idáig nő. Úgyhogy ez a réteg egészen biztosan, nem egészen biztosan, nagy valószínűség szerint, miközben ezt a támadást elköveti felén, hibázni fog. A kérdés az az, hogy kellően szofisztikált, kellően ügyes, kellően jó vagyok-e, kellően jól implementáltam a védelmet ahhoz, hogy az itt elkövetett hibákat itt észrevegyem. És ez egy macskaegér játék. Támadóként sokkal több lehetőségem van, sokkal több mindent tudok elérni, sokkal nagyobb lehetőségeim vannak, úgyhogy hát föl kell kötni a gatyát, és meg kell találni nyilván a engedélyszak. Hogyan lehet érzékelni azt, hogy egyáltalán valamilyen támadás van? Milyen lehetőségek vannak a támadásoknak az észleléséhez, kivételéséhez? Ugye aki itt tanul, az tudja azt, hogy alapvetően védelmi technológiát tudunk preventív, detektív, korrektív módon megvalósítani, tudunk logikai, fizikai és administratív védelmi megoldásokat hozni. Mit jelentenek ezek? Preventív védelmi megoldás, amikor megpróbálom a védelmemet úgy felállítani, hogy meg se történjen a támadás. Tűzfalakat építek. Mi a tűzfa? Tisztázzuk. Mi a tűzfa? A tűzfalnak az a feladata, hogy vissza az előző ábrához. A tűzfalnak az a feladata, hogyha én, mint forrás, szeretnék hozzáférni a célcímen levő szolgáltatáshoz, akkor ne úgy legyen, hogy én csak megszólítom, aztán jó idő, és mindenhez hozzáengednek, hanem kicsit ezt így cizelláljuk. Tehát például ezen a célcímen van kettő szolgáltatás. Van mondjuk egy web, meg van mondjuk egy, mi legyen, SSH. Igen, mondjuk egy SSH szolgáltatás. SSH, ez gyakorlatilag egy parancsori hozzáférés a számítógéphez, tehát ugye mutattam az előbb ezt a parancsort, gyakorlatilag a SSH kapcsolaton keresztül hasonló parancsorokat tudok elérni, és tudok parancsokat végrehajtani. Távoli hozzáférés egyébként, tehát Secure Shell Access rövidítése, titkosított csatorna is ugye ezt a parancsolt élemet. Mit látok én ebből? Ugye a web-es szolgáltatások tipikusan a 80-as porton, SSH tipikusan a 23-as porton szokott lenni. Hoppá, port! Mondtam egy új fogalmat. Kapu. Tulajdonképpen, amikor ugye nekem van egy IP címem, ez a 191.13.45.20 IP címem, pazarlás lenne, hogyha minden egyes szolgáltatásnak ugye külön IP címet adnék. Tehát ezt a egy IP címet felosztom 65.536 különböző úgynevezett belépő pontra, portra. És ezeket a portokat látom el valamilyen speciális lehetőséggel. Kicsit úgy képzeljék el, hogy ez az irodaházamnak a címe,
aztán az irodaházon belül ugye van egy pár cég, aki különböző dolgot csinál, és igazából csak tőlem függ, hogy kihez akarok, melyik ajtón akarok bemenni. Hogyha webszolgáltatást szeretnék elérni, weboldalt szeretnék megnyitni, akkor 80-as porton, 80-as napunkok oktatok. Hogyha pedig szeretnék ugye egy komandát elérni távolról, akkor a 23-as porton fogok kopogtatni. És még nagyon sok ilyen szolgáltatás van nyilván. A tűzfalnak az a feladata, Firewall, röviden FW, hogy eldöntse, hogy én, aki innen jövök, egyébként mire vagyok jogosult. Tipikusan jogosult vagyok arra, hogy a 80-as portot elérjem, az webszolgáltatást le tudjam kérni, de tipikusan nem vagyok jogosult arra, hogy valamilyen parancsot tudjak elérni. A tűzfal voltak éppen a portás, akinek az a feladata, hogy eldöntse, hogy az én irodaházamban melyik kaput nyitja ki nekem. Megint csak durván leegyszerűsítem, nyilván ennél egy kicsit komplikáltabb, de remélem, hogy egy jó hangért azt mondja, hogy megértsék, mi a tűzfalnak a lényegét. Jó. Ez tehát egy tipikus preventív védelmi megoldás. Kivéden azt, hogy ide végtelenek nem jogosultak hozzáférjenek azokhoz a szolgáltatásokhoz, amiket én rendelkezésre bocsátok. Detektív. Azaz észlelő védelmi megoldások. Hát rosszul konfiguráltam be sajnos a tűzfalamat, és mégiscsak hozzáfértek a 23-as porthoz. Kellemetlen, de hát ugye tűzfalat is csak emberek konfigurálják, és ha emberek konfigurálják, akkor ugye hát sajnálatos módon hibázhatnak is. Mit kezdjünk ezzel a szituációval? Benha használja a parancsolomat, vagy legalábbis próbál hozzáférni a parancsolomhoz. Van nekem itt még egy nagyon jó preventív megoldásom, amit úgy hívnak, hogy felhasználó név és jelszó. Ugye user and pass. Túljutott a tűzfalamon hozzáfér, de nem tudja felhasználókat is a jelszót, ugye elkezd próbálkozni. Mi történik? Keletkezik egy úgynevezett log üzenet, tehát egy napló bejegyzés arról, hogy hello, valaki megpróbált hozzáférni ehhez a szolgáltatáshoz, úgyhogy nem tudta a jelszót. Ez egy nem normális eset. Írjuk már be a jegyzetfüzetbe azt, hogy portás vagyok, ugye, valaki megpróbált bejönni, de nem volt nála a belépőkártya, vagy éppen csak átugrott a beléptető kapun, én pedig a járőrszolgálatomban észrevettem, hogy valaki ott kóricz a belépőkártya nélkül. Előveszem a kis kockásfüzetet, leírom azt, hogy valaki jött. Megkérdezem a személyadatot. Ki vagy te, drága barátom, akivel akarsz jönni? Én vagyok a 143 plusz pont 18 plusz pont 9.5-ös IPC, és én akarok bejönni. Detektív, észlelő intézkedés. Hello, megengedte valaki a 143.18.95-nek, hogy fölkapcsolódjon a 23-as portra? Nem? Ajjaj, nyomoznunk kell. Rendben. Mondjuk én nagyon-nagyon ügyes vagyok, és mindenféle jelszószabály áthágva megadtam a felhasználó névnek a robot kreatív admin 1-2-3-4-5 jelszót. Fog logüzenet keletkezni erről? Hát általában miután sikeres hozzáférésről van szó, nem fog logüzenet keletkezni. Preventív védelmegoldás védett? Hát nem, hiszen tűzfalon és felhasználó jelszón is keresztül tudtam jönni. Meghekkeltek. Valamikor majd így egyszer így észreveszem, hogy baj van. Mit fogok csinálni? Korrektív intézkedést hozok. A korrektív intézkedés lényege az, hogy ha már megtörtént a baj, akkor legalább helyre tudjak állni ezekből a károkból. Azaz, letörlöm az egész szervert, hozzáférésestől mindenestől, mentésből visszaállítom az eredeti formátumot, és nyilván megerősítem a jelszót. Tehát a mentés az tipikusan egy korrektív megoldás. A informatikai védelemben számos védelmi eszköz létezik, amiket úgy tipikusan szoktak mondjuk olyan helyeken használni, amiket úgy általában meg szoktak támadni. A tűzfalról már beszéltünk, emellett még néhány tipikus megoldás az úgynevezett Intrusion Prevention, Intrusion Detection Systemek, IPS-ek, IDS-ek, azaz a behatolás észlelő és a behatolás megelőző rendszerek. Ezeknek az a funkciója, hogyha valamilyen elv alapján gyanús tevékenység történik, akkor erről riasztást küldje. Az ITS, Intrusion Detection System,
ennek alapvetően az a feladata, hogy benne táplált úgynevezett patternek, pattern szép szó, érdemes megtanulni, tehát valamilyen jellegzetes minták alapján képes legyen észlelni azt, hogy itt bizony egy behatolási kísérlet történt. Erről pedig értesítse az üzemeltetőjét. Az IPS, Intrusion Prevention System feladata, az az, hogy ilyen elvek alapján a behatolási kísérletet ne csak értesítse, hanem meg is akadályozza. A probléma ezekkel a rendszerekkel az, hogy rengeteg az úgynevezett fals pozitív találat. Fals pozitív, ez azt jelenti, hogy úgy jelzek hibát, hogy valójában nem is történt hiba. Feleslegesen csuklóztatom az üzemeltetőt, feleslegesen jelzem neki azt, hogy valami probléma van. Úgyhogy az IPS-ek hívések nagyon jók, rengeteg nyomot generálnak, rengeteg logot generálnak, megint tanuljunk ugye egy szép szót, audit tréleket, azaz bizonyítékokat generálnak. De valójában védelem, vagy éppen detekciós prevenció szempontjából azért messze nem a leghatékonyabb megoldások. Sandboxingról meséljek valamit, pont az jön most egyébként, csak én nem sandboxingnak nevezem, hanem honeypotnak nevezem. A honeypot, azaz a mézes bölön, ugye azon rendszereknek a megnevezése, amik tulajdonképpen a csapda számítógépek. A csapda számítógépeknek az a feladata, hogy elcsalogassa a támadókat, és ezzel egyrészt tehermentesítem az éles rendszereket, tehermentesítem azt, amit tényleg védeni kell, másrészt kiismerem a támadónak a taktikáját. A csapda számítógépek voltak éppen olyan környezetek, ahol én szimulálok egy védtelen környezetet, úgy teszek, mintha az nagyon üzemeltetve lenne, ha nagyon fontos adatok lennének, amiket nagyon el lehet lopni, csak hát én szegény áldozat nem tudtam rendesen bevédeni, és hát kedves támadó, hát muszáj, hogy megtámadjad és megszeretted. Na most ezek a csapda számítógépek, honeypotok, ezek praktikusan amellett, hogy remek fals információkat szolgáltatnak, tehát hogyha valamivel szeretnénk az ellenséget megtéveszteni, akkor azt tegyük ki egy honeypotra, és az biztos, hogy ki fog kerülni, és ne csodálkozunk azon, hogy esetleg Kína adott esetben fél milliméterrel kisebb szárnyat fog majd gyártani a lopakodó repülőgépéhez, mint ami ideális lenne. Tehát nagyon jó lehetőség ugye a félrevezetéshez. De emellett ezek a számítógépek, ezek a honeypotok ugye nagyon jól megfigyelt eszközök is magyarul. Az a tevékenység, ami ott történik, az masszívan rögzítve van, és ezzel lehet finomhangolni magát a védelmet az éles rendszereknél, illetve lehet figyelni, hogy mi érdekli a támadót. Tehát nagyon jól lehet hosszú távon félrevezetni a támadót. Tehát kétségük ne legyen afelől, hogy a országok legvédettebb rendszereiben szándékosan hagynak lyukakat, amit figyelnek, és azon keresztül próbálják meg félrevezetni ugye a többi hatalmat, a más-más hatalmakat. Szóval ez egy nagyon szép játék, és egyébként távolról nézve én megint csak egy IP címet, egy operációs rendszert, egy címet látok, szóval nem egy egyszerű feladat megállapítani, hogy most valójában éles rendszernek, hogy csak a számítógépen belül meg. Rendben. Milyen egyéb kihívások vannak még? Ugye meséltem, vagy beszéltem egy picit az alsó rétegről, a légrésről. Ugye a legbiztonságosabb rendszer az az a rendszer, ami nincs interneten, nincs hálózaton. Létezik-e mai egy számítógép? Nem nagyon. Nem nagyon. Tehát kedvenc példákat szoktuk ugye mondani, hogy most már olyan hűtőszekrényeket lehet lenni, amik tényleg bevásárolnak saját maguknak, hogyha elfogyott valami, vagy lejártatok. De azért vannak olyan rendszerek, amiket nem annyira szeretnénk kitudni az interneten. Nyilván hallottak, vagy hallják a médiából azt, hogy megtámadták az atomerőművet, megtámadták a villamosenergia rendszert, megtámadták a repülőgép hálózatot, stb. Holott ezek ugye hivatalosan nem nagyon lenne szabad, hogy az interneten legyenek föl. Valójában a technológiai evolúció és a mérnöki kényelmesség elejéből az jött ki, hogy de, igazából azok a rendszerek is elérhetők az interneten keresztül, nyilván nem triviálisan, nyilván sok védelmirendszeren keresztül. Sokszor egy darab madzagon keresztül adott esetben, amiről senki sem tud, aminek nagyon nem kéne az internet elérhető lenni.
De még hogyha elérhető is az internetről, az sem, hogyha nem lenne elérhető az internetről, az sem jelentene teljes védelmet, hiszen mindig ott van a humán faktor, az ember. Aki meg fogja fogni azt az USB pendrive-ot, amit talált a parkolóban, be fogja vinni az atomerőműbe, és kíváncsiságból rá fogja dugni a számítógépre. Az már csak a támadónak a fineszén és jó programozási képességén múlik, hogy azt a egyébként atomerőműbe szánt támadó kódot, azt mennyire autonóm módon tudta megírni, azaz mennyire képes külső beavatkozás nélkül a kártékony kód működni. Úgyhogy ergebt, ez nagyon szép, nagyon jó, hogyha olyan feladattal találkoznak valamikor majd a versenyben, ami azt állítja, hogy ez egy ergebt szisztem, akkor kérdőjelezzék meg be alapos. Cloud, a felhő, ami ugye újabb biztonsági kihívás, és megint csak az ember. Tegye fel az a kezét, akinek a telefonja nem szinkronizál ki semmi adatot valamelyik cloud szolgáltatóhoz. Szerintem igen, nulla feltett kézre számítottam, és ez még hagyján, de a probléma az ott kezdődik, amikor önök mondjuk kormányzati döntéshozó pozícióban vannak, minősített adatokkal, és totálisan leterhelve adott esetben, és hát sajnálatos módon, miután hatékonyságra törekszünk, ezért az iPad-jükre föl van telepítve az iCloud, és ez sajnos felszinkronizál ugye az Apple-hoz, aki most éppen nagyon küzd az ellen, hogy bárki belelásson bármit a belátásnak az adatokba, de hát ugye csak azt nem hiszem el, amit nem én hazudtam. Gyakorlatilag vagy ott a Dropbox, vagy ott van a Google Drive, vagy ott van bármi, de még hogyha bízunk is amerikai barátainkban, és feltételezzük azt, hogy semmiért nem férnek hozzá, még akkor is ott van a probléma, hogy de feltehetőleg azoktól egy számítógépemre is be van állítva ugyanaz az iCloud-os szinkronizáció. Tehát, hogyha valaki egy átkulcsra bemegy a lakásomba és bekapcsolja a privát megszámítógépemet, amire nyilván az 1-2-3-4 jelszót sem állítottam be, akkor pontosan olyan jó, ugyanolyan jó hozzá fog férni ezekhez a felszínkronizált hát adatokhoz, mint hogyha az én iPad-emet lopta volna el, amint bőszer nézegetem a szolgálat autóban, amit néznem. Tehát a cloud-os szinkronizáció bármennyire jó és megkönnyíti az életünket, olyan a cloud-oknak a használata, gyakorlatilag behozza az emberi faktort, és a privát életemet, a munka életemet, a minősített életemet nagyon közel hozza egymáshoz. Kétségük ne legyen a felől, hogy egy politikai döntéshozó, egy kiemelt pozícióban levő menedzser ezeket az eszközöket használja. És ha használja, olyan kihívásoknak teszik ki a nemzet védelmét, a szervezetének a védelmét, amiben ő bele sem gondol. Hogyan lehet védekezni? Mi a védelemnek a megoldása? Titkosítsunk mindent. Nem akarok belemenni abba, hogy a titkosítási eljárásokat is milyen támadások érték az elmúlt időszakban, de ugye a titkosítás az alapvetően egy olyan technológiai megoldás, amire azt szokták mondani, azt gondoljuk itt távolról nézve, hogy ha titkosítunk, mindent megoldottunk. Megoldottuk nyilván titkosítással azt, hogy az FBI nem fér hozzá a San Bernardino-i terrorcselekmény iPhone-on tárolt adataihoz, nem tudom, képben vannak az adott szituációval kapcsolatban, az FBI nagyon próbálja az Apple-t rávenni arra, hogy egy hátsó kaput önözett backdoor nyisson az iPhone-ba, és tegyék lehetővé, hogy 10 hibás PIN beütés után letörődjön automatikusan az egész iPhone tartalma, és így hozzáférjenek a kapcsolati adatokhoz. De ez valójában arra mutatja, hogy ez egy titkosítás jól tudni. Tehát, hogyha én mégis szeretnék valamit elbukni a cloud-ba, a számítógépemben, a világ elől, titkosítok. Milyen titkosítások vannak? Titkosításból több fajta van. Aszimmetrikus, szimmetrikus, ezeknek a kombinációja, elektronikus aláírás, lenyomatolás, stb. Tömören, röviden, pont amit itt tudni kell, a következőt kell tudni. Szimmetrikus kulcsú titkosítás az, amikor én, a titkosító, betitkosítok egy kulccsal egy információt, valami miatt a címzetnek is megvan ez a kulcs, amivel ki tudja kódolni, dekódolni tudja ugye az általam küldött információt. És örülünk, hiszen kettőnknél van egy kulcs, és akkor amit én bekódolok, az csak a másik tudja majd kikódolni. Előnye, gyors, kicsi kulcsokat használunk. Hátránya, addig jó, amíg pontosan kettőnknek kell tudni a titkot, onnantól kezdve kezelhetetlenné válik, hogy mondjuk néhány száz embernek kell tudni azt a titkot.
De azért, azért aszimmetrikus, mert a két kulcs eltérő. Szimmetrikus, én a szimmetrikusról beszélek most. És most az aszimmetrikus kulcsú titkosítás, vagy nyílt kulcs... Rosszul mondtam? Meg visszahallgatjuk a fel. Oké. Okay. Tehát ez volt a szimmetrikus kulcs, a szimmetrikus kulcsú titkosítás, és most jön az aszimmetrikus kulcsú titkosítás, azaz a nyílt kulcsú titkosítás más néven, ahol kettő kulcsom van, amit az egyik kulcssal betitkosítok, azt a másik kulcssal tudom bekódolni. Ha én, mint küldő, szeretnék egy olyan üzenetet küldeni a fogadónak, amit csak ő tud feloldozni, akkor elkérem tőle a nyilvános kulcsát, kisakadja az internetre, azt a nyilvános kulcsot én megkapom, betitkosítom be az üzenetet, azt a fogadó csak a saját titkos kulcsával tudja majd dekódolni. Ha én szeretnék küldeni, ha én titkosítok be valamit a saját titkos kulcsommal, és azt elküldöm valakinek, akkor az bárki tudja kódolni, ugye? Akinek a nyilvános kulcsa megvan, az elérte az internetről. Milyennek az értelme? Hitelesség. Ha én küldök ki egy általam titkosított kulcsot, amit bárki föl tud oldani egy nyilvános kulcs, ami hozzám tartozik, akkor lehet tudni, hogy én voltam a küldő, hiszen csak én tudtam olyan titkosított állomát létrehozni, amit utána bárki tud dekódolni. Ez az aszimmetrikus vagy nyílt kulcs titkosításnak a lényege. Gyakorlatilag az internetes technológiák, az internetes titkosítási technológiák ezt a két titkosítási megoldást ötvözik. Megint rajzolok. Itt a böngésző. Itt van a webserver. A böngésző szeretne titkosított formában levelezgetni a webserverrel. Mit fog csinálni? Hogyan fogja csinálni? Ennek a webservernek van egy... Ez egy kulcs akar lenni. Van egy nyilvános kulcsa. Nagyon egyszerű. Én, mint böngésző, letöltöm ezt a nyilvános kulcsot. Betitkosítom. Visszaküldöm. És amit én küldök, azt majd csak a webserver fogja tudni feloldozni. Nagyon jó, de mi van, hogyha nekem akar valamit küldeni a webserver titkosítva? Úgyhogy inkább helyette azt csinálom, hogy van egy nyilvános kulcs, letöltöm, itt generálok egy úgynevezett non-state, olyan egy kulcsot, egy interim kulcsot, amit csak én tudok, csak én, mint böngésző tudok. Ezt bekódolom a kulcssal, a nyilvános kulcssal, és visszaküldöm. Tehát ez itt a NOS plusz a nyilvános kulcssal titkosított formában visszakerül a webserverhez. Ezt ugye a privát kulcsával dekódolja, és nála is megvan ez a kulcs. Van egy kulcs, ami mind a kettőnél megvan. Innentől kezdve pedig átváltunk egy szimmetrikus kulcsú titkosításra, hiszen ha egymással akarunk kommunikálni, akkor opá. Akkor nagyon egyszerűen mind a két oldalon ezt a most ezt a szimmetrikus kulcsot kezdem el használni az adatforgalom titkosítására. A nyilvános kulcsú titkosítás használata egy nagyságrenddel lassabb és bonyolultabb, mint a szimmetrikus kulcsúé. Tehát első lépésben használok a szimmetrikusat, onnantól kezdve a szimmetrikus kulcsú titkosítást használok, az gyors, egyszerű, és konkrétan akkor már van egy olyan titok, amit csak ketten tudunk, innentől kezdve ugye a támadási körülbelül csökkentett. Jó. Hogyan történik meg a támadás, a hekkelés? Maga a támadás nyilván különböző szofisztikáltságú tud lenni, különböző mennyiségű, különböző bonyolultságú tud lenni. Amit ma nagyon sokszor szoktunk hangoztatni, mint kifejezés, ez úgynevezett Advanced Persistent Threat. Advanced, hiszen olyan igazából nem új technológiákat használ, hanem meglevő technológiáknak az elejét használja, adott esetben egy-egy kisebb újdonságot is bevisznek a támadásba. Persistent, állandó, tehát nem egy eseti dolog, nem véletlenül találnak rám, hanem engem folyamatosan megtámadnak. És threat, tehát fenyegetés, ami nekem kellemetlen lesz, hogyha sikerül. Hát is sikerülni fog. Ugye az APT, az tipikusan az a támadási megoldás, ami a tápláléklász legfelső részén van, tehát általában egy nagy cég egy állam elleni célzott támadást
teszünk ide, ami nem egy óra, nem egy nap, nem egy hét alatt megy végbe, hanem akár évekig is tarthat. Az elsőleges célja pedig természetesen az információ szerzés, az információ szivárogtatás. Mik ennek a módjai, illetve mik ennek a lépcsői? Az első lépcsője, ez ugye a reconnaissance, a felderítési fázis, amikor én, mint támadó, mindent szeretnék megtudni az áldozatról. Hogyan néz, hogyan megy a reconnaissance? Beírom ide azt, hogy Nemzeti Közszolgálati, nem, elgépeltem, Nemzeti Közszolgálati Egyetem. És mondjuk adatokra van szükségem, úgyhogy beírom azt, hogy file type 2.pdf. Hát és elkezdem végignézni, hogy ebben a 34 ezer találatban van esetleg egy-két olyan PDF fájl, amit nem biztos, hogy szándékosan akartak nyilvánosságra hozni. Nyílt forrású felderítés, osink, vagy éppen fölmegyek a Facebookra, be is lépek. A személyes adatokat kockázzuk ki. Igen. Pillanat. Kódot kell leírnom. Mert nagyon biztonságosan használom egyébként a Facebookot, úgyhogy idegen számítógépről nem enged csak úgy be. És megnézem, hogy mondjuk Working on Nemzeti, Working at Nemzeti Közszolgálati Egyetem. És hát akkor jönnek is a találatok, hol van, kidolgozik ott, places kicsekkelt be adott esetben, nem lesz. Szóval lehetne még itt egy kicsit keresgélni, ez most egy kicsit ad-hoc keresés volt, de viszonylag sok NKL-vel kapcsolatos információt sikerült itt összeszedni. Valószínűleg, hogyha még itt alaposabban próbálnék keresgélni a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Facebook oldalak megvannak, igen. És még egy kicsit kéne játszani a Facebook kereső felületével, de azt gondolom, hogy a logikát értik benne. Nyílt forrású felderítés, találjon meg a gyenge látszanak az emberi területen. Ezek mind-mind tudnak segíteni abban, hogy földerítsem azt, hogy mégis mit tudok a támadás céljáról. Ha ez megvan, akkor még mindig ott vannak a műszaki jellegű megoldások. Ott a WHOIS, látjuk, hogy melyik IP cím tartozik adott esetben a Nemzeti Közszolgálati Egyetemhez, ez Rigmikok Nemzetvédelmi Egyetemhez. Végig szkennelem az adott IP cím tartományt, azaz minden egyes házikóba bekopogok és megnézem, hogy melyik kapuk vannak nyitva. Lehet, hogy találok valami nyitott kaput, ahol be tudok nyitni. Hogyha megvannak a gyenge pontok, a következő lépés a támadásban, ez a weaponize-nak a lépése, azaz gyakorlatilag ugye megkeresem a megfelelő fegyvert ahhoz, hogy betörjek. Ahhoz, hogy betörjek, a megfelelő fegyver a legtöbb esetben az ember. Az emberen keresztül tudok a leginkább bemenni. Ha esetleg 75%-ban az emberen keresztül simán be tudok menni valahova. Ha esetleg a maradék 25%-ba szeretnék bízni, akkor még mindig ott vannak az alkalmazások,
ha pedig még az alkalmazásokban sem találok semmit, akkor még mindig ott vannak utolsó mencsvárként a rosszul konfigurált szolgáltatások. A hackelés, mint olyan, tehát főleg manapság a mai világban egy emberi tevékenység. Az embereket kell megtámadnom, ahhoz, hogy utána a szervezet informatikáját megtámadjam. Jó? Úgyhogy... Oké? Okay. Következő lépés, ez a delivery fázis. Juttassam el a fegyvert magát, amivel be tudok jutni az áldozathoz. Így, hogy ugye megtaláltam megfelelő embert, kitaláltam, hogy mi a gyenge pontja. Hello, kedves! Látom, hogy érdeklődik a kutyák iránt. Van itt nekem ez a kis pendrive. Legyen szíves, dugja már be a gépére, rengeteg kiskutyás felvételt és videót tettem. Mit fog csinálni? Bedugja, rákattint, és hogyha ügyes vagyok, akkor el tudtam rejteni rajta mondjuk egy olyan PDF fájlt, például egy PDF fájlt, ami utána az Adobe Acrobat valamilyen hiányosságát kihasználva tud telepíteni valamilyen kártékony kódot a számítógépre. Vagy elküldök egy e-mailt. Hello! Ez itt a következő fizetési lista. Csak ide erre a linkre kell kattintani. És rá fog kattintani. És már elhívtam egy olyan webserverre, amin keresztül, hogyha nem véletlen a számítógép, már pedig általában mindig van valami hiba, már tudok a támadást végrehajtani. Jó? Tehát ez ugye a delivery fázis, amikor eljuttatom a célszámítógépre a támadás végező időkódot. Exploitation. A kihasználás. Amikor ez a kód ott van, fut, és ennek futva kell maradnia, és úgynevezett mélyebb hozzáférés kell szerezni a szervezet informatikájához. Futva kell maradnia, ami azt jelenti, hogy települnie kell. Lehetőleg úgy kell települnie, hogy a víruskeresők ne vegyék észre, és ott kell maradni, miután a számítógépet kikapcsolták. Vagy mire a számítógépet kikapcsolják, már át kell települni egy másik számítógépre, amit nem szoktak kikapcsolni. Szervereket tipikusan nem szoktak kikapcsolni. Tehát nekem támadóként ugye az a feladatom, hogy lehetőleg valami szerverre kerüljek el. Installation, egyébként a következő fázis kicsit ugrotta. Installation, ez ugye a telepítsük le magát a kódot. Ugye alapvetően a kártékony kód telepítés az úgy működik, hogy van valami vívőm, egy vívőegységem, egy trójaim tipikusan. A trójainak az a lényege, hogy ott legyen, ne vegyék észre, és a trójain keresztül kerüljön be a payload, maga az, ami a támadást majd véghez viszi, ami a célt véghez fog érni, véghez fog érni, szóval ez az installation fázis. Utána command and control, a hosszú távú működés, command and control, fut a kártékony kód az infrastruktúrában, és várja a parancsot. A parancs az az, hogy minden PDF és DOCS file küldjek ki a megfelelő szerverre, lehetőleg 15 bitenként, úgy, hogy legyen a 15 bites küldési intervallum között mondjuk 3-4 óra. Én, mint támadó, ráérek. Van időm arra, hogy 15 bitenként lapátoljak ki egy 3 megás fájtatott esetben. Vagy éppen gyorsan kell, mert tűnik, hogy észrevettek, kedves kártékony kód, most azonnal 3 gigaperszekundum sebessége mindent lapátolj ki a szerverről, amit ott találsz, aztán majd megnézzük, hogy találunk el lenni valamit, vagy nem. Command and control. Parancsot adok, és az a kártékony kód, mint jó katona, úgy működik, ahogy én megparancsolom neki. Act. The system is yours. Terjesszük ki ezt a támadást. Engem nem egy végpont érdekel, engem az egész hálózat érdekel, az egész hálózaton túl az egész szervezet érdekel, az egész szervezeten túl az egész közigazgatás érdekel. Próbálják meg észrevétlen maradni, úgyhogy minél több helyre eljutok. És ez igazából a modern információbiztonságnak az egyik legszebb és egyben legnagyobb kihívása is. Hogyan tudom megoldani azt, hogy ezeket az egyébként láthatatlan, nem annyira acting, vagy nagyon ritkán acting támadásokat meg tudnak fogni. Marad még egy pár perc, nézzük meg egy igazi informatikai támadást, hogy hogy néz ki. Nézzük az unalmas részeket, mert ez így nagyon izgalmas volt szerintem, amit elmondtam. Úgyhogy gondolom szeretnék látni, hogy hogy néz ki ez a gyakorlatban. Nézzük meg, fölmegyünk a YouTube-ra. És beírjuk azt, hogy hacking tutorial, mint keresőszó. És
Ethical Hacking Tutorial, ugye? Látszik, hogy vannak itt bőven 100 videó, tehát Just Programming. Kiválasztunk valami jót, ami már például ezt a Finding Network Ranges to Hack című 5 perces, ezt valószínűleg kicsit ugrálni fogok majd benne, de kommentálom. És hogyha eljönnek a gyakorlatra, akkor is nagyjából ezeket fogják látni, ott is látnak majd ilyen parancsorokat, amit én majd kommentálni fogok. Ugye tipikusan ez egy parancsor, amin keresztül történgetnek majd a dolgok. Kicsit tekerek bele, hogy legyen valami akció is, mert közben megy a... Igen. Mi fog most történni? Ugye beírunk egy parancsot, az infinitescales.com post. Mit kell tudni róla? Van egy IP címe, ugye? Mail is handled by, tehát hogy tartozik hozzá egyébként, hogy az e-mail szolgáltatóját próbálom megkeresni, akkor a Google-nál kell megtalálnom. Szuper! Who is parancs, ugye szeretném megtudni, hogy kicsoda ez a 72 akármi IP cím, kihez tartozik. Org name, host my site, tehát ő az, aki ki volt, hol lehet kommentálni, hogy belejelenteni, hogy valami probléma van. Hol van maga a range? Ott van a range 7612.00, 7612.255.256. Ez az IP cím tartomány tartozik ehhez a szolgáltatóhoz. Regdate, update, mikor regisztrálták be ezt az IP cím tartományt. Country, melyik országhoz tartozik? US. Mit lehet még itt látni? Adott esetben a kontakt információkat, a hostmysite.com-nak az IP elérhetőség, tehát a kontakt címét, a hozzátartozó telefonszámot. Rendben. Nézzük meg, hogy mit tudunk meg még róla. MX rekordot kérdezünk le. TheMXInfinanceSkills.com. Meg fogom tudni, hogy a domain név rendszerben hova van beregisztrálva, hogy milyen egyéb információk vannak róla nyilván tartva. Itt ugye akkor ez a Google-nál hostolt történet. Az ad2 akárminek egy Google-os IP címe van. Már jutottunk egy másik IP cím tartományhoz. És deríten függje, hogy mi a háttere ennek az egész szolgáltatásnak. Hol van mondjuk a levelező rendszere beregisztrálva, hol vannak az egyéb szolgáltatásai beregisztrálva, mit tudok a kontaktról, aki beregisztrálta. Ez elég beszédes egyébként. Hostwebmail.infinitescales.com. Tehát a webes e-mail szolgáltatásáról szeretnék valamit megtudni. Hát ilyen nincsen, tehát nem fogok tudni elérni egy webes e-mailt. Nézzük meg, hogy van-e olyan, hogy vpn.infinitescales.com, tehát VPN csatolást ad-e. Nem ad, VPN szolgáltatása sincsen. Próbálgatok, ugye talán keresem a gyenge láncszemeket, a pajzsot, a részt a pajzson. És itt ebből egyébként az áldozat semmit nem fog látni. Tehát az áldozat ellenek semmi nyoma nem lesz. Semmilyen kapcsolatban nem kerülök. Ez teljesen silent, teljesen csendes módon hajtom végre ezt a próbálkozásokat. Na, mit fogunk még itt találni? Nézzük. Megvan a infinitescales.com, megvan a posta címe ennek a cégnek. Administrative kontakt, tehát rá tudok nézni mondjuk Google Maps-en, hogy mégis hogy néz ki az épület, ahova ez tartozik, mi a telefonszám. A telefonszám, amit föl kell hívni adott esetben, hogyha ugye már problémát akarunk kihasználni. Mikor fog lejárni a domain név? 2013. június 22-dik, ugye régi, viszonylag régi videó. Megint egy csomó információ, amit még nem biztos, hogy nem tudom, hogy föl tudok-e használni, de információ.
OSINT, ugye? Nyílt forrású hirdetés műszaki oldalról. Ki tudja, mikor lesz rá szükség. Mondjuk, hogy én a Tukaus Inc. nevében fölhívom az Infinalskills-nek a technikai kontaktját, hogy gondol a domain névvel, akkor már kapcsolatban tudok beszélgetni. És ha tudok beszélgetni, akkor be tudom húzni a csőbe a másik oldalt adott esetben. Lesz még itt valami? Nem lesz semmi, ahogy elnézem. Szóval Google Hacking, parancsszókeresés, amit az előbb mutattam. És itt még rengeteg ilyen videót fognak találni. Megnézem, hogy van-e itt a legdurvább részekből esetleg. Csak úgy a vicc kedvéért. Arról szól, hogy az ember valami ilyen és ehhez hasonló, hiszen teljes képernyőre, ilyen és ehhez hasonló szépségeket néz, és ebben próbálja megtalálni a hibát. Én azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy a támadások túlnyomó többségét emberrel, vagy emberrel szemben próbáljuk. Az ember egyszerűbben beszél, mint egy assembly. És egy ember könnyebben kiismerhető, mint egy program, de legalábbis közelebb áll általában az emberekhez. Úgyhogy a hekkelés az egy nagyon szép és nagyon bonyolult dolog. El lehet kezdeni nyilvánvalóan, némi programozási skillekkel felvételezve, de azt gondolom, hogy amit önöknek tudnia kell majd erre a versenyre, az nagyjából annyi, hogy akik meg fogják támadni a szervezetet, azok olyan csávok lesznek, akik ilyen eszközöket használgatnak. Viszont akiknek el kell majd mondani, hogy mi történt, akiknek össze kell foglalni, azok majdnem azt mondtam olyan, mint kis tanárul, de ért hozzá valamennyire. Gondoljanak itt tetszőleges professzorra, tetszőleges jogi intézetből az egyetemen. Olyan embereknek kell elmagyarázni ezt, akiknek fogalmuk sincs arról, mi az IPC. És ez lesz majd az igazi kihívás az önök számára a versenyen. És arra próbálom biztatni önöket, hogy hát, ha akarják, értsék meg mélyebben, de nem feltétlenül szükséges ezeknek a mélységeknek a teljes megértése, de legyen egy benyomásuk arra vonatkozóan, hogy mi történik a másik oldalon. Köszönöm szépen, hogy kicsit visszatérve az órához, itt a Kali Linux disztribúciónak az eszközeit nézzük végig. A Kali Linux a legismertebb, hát hackeléshez, penteszteléshez, gátolás teszteléshez használó Linux disztribúció, amit a YouTube videókon láttuk, gyakorlatilag az egy Linuxos parancsor volt, és hát példaképpen mutatom, hogy milyen típusú eszközök találhatók meg itt, információszerzés, sebezhetőséganalízis, vezeték nélküli támadások, web alkalmazás támadás, ugye a Forensics Tools, a meglevő adatok visszafejtése és elemzése, Exploitation Tools, a kihasználás, stress testing, túlterheléses támadásokkal kapcsolatos, sniffing, spoofing, a hallgatózás és a hamisítás, password elleni, jelszótleni támadás, a támadás fenntartásához szükséges eszközök, reverse engineering, visszafejtés, reporting tools, amivel tudjuk riportálni, jelenteni, hogy milyen sérvesztetésre találtunk, hardveres támadások, ez egy hatalmas nagy tárháza a támadásoknak, és igazából szabadon hozzáférhető, természetesen Kali oldalán ráadásul, hogyha visszamegyünk, még community, közösség is van, dokumentáció is van, és tréning is elérhető.